Üdvözöllek benneteket! Evelin vagyok, első alkalommal ugye egy ilyen funkcionális, haladó és magas intenzitású edzésen tartottatok velem, aztán pedig egy gerinctornán, ami sokkal lazább volt, a mai óra pedig így a kettő között lesz, egy ilyen funkcionális kezdő, teljes testet átmozgató erőnléti edzés fog következni, pici laza kardióval. Kezdjünk egy laza fejkörzéssel, bal válltól jobb válig, csak elülsőségben. Ilyenkor ugye a vállakat ne húzzuk föl, minél inkább távolítsuk a fültől. Jó, majd állítsuk meg középen a fejet, és hozzuk vissza a tekintetet egyenesbe. És nézzünk el balra, nyakad, hogy itt mozgatjuk, majd jobbra. Szép lassan mozog még ilyenkor. Figyelve az izületekre. Jó, majd állíts meg középen, oké? Okay? Előre néz a tekintet, picit rogyasszuk a térdet, és vállal hátrafelé körzök, nyitom a mellkast, zárom el a fockát. Majd előrefelé körzök, egy pici rogyasztás, belegugolás ugyanúgy mehet, átmozgatjuk a vállat. És megállítom, jó, picit kilépkedem a sarkakat, vádlit. Helybenjárás, nem is muszáj helyben járni, csak emelem a sarkat, lábujjhegyre jövök. Jó, nagyobb terpeszállásba állok, lábfejek kifelé néznek, térdek kifelé néznek, kicsit belegugolok és ejtem a súlypontot jobb térdre, jobb oldalra, majd ejtem bal oldalra, és ezt dinamikusan folytatom egyik lábról másik lábra, kicsit belső combot nyújtjuk, átmozgatjuk a térdeket, térdüzeleteket. Jó, és lassan indulunk. Mai órát végig lehet csinálni teljesen súly nélkül, de aki akarja, ugye ott majd kettő kis súly, vagy két kicsi, másfél, tehát két fél literes üveg jöhet a kezekbe, és indulunk, stabilan állunk, alhas behúz, fogom a két súlyomat boxállásba, és egyik oldalra kiütök, másik oldalra. Arra figyelsz nagyon közben, hogy a csípőd, tehát nem mozog el, csípő előre néz, mint két csípőlapát, és csak erősen törzsből mozogsz el, miközben alhas feszes. Folyamatosan figyelj a légzésre közben. És még 10 másodperc. Generálunk egy kis hőt, pulzust növelünk, és megállunk. Súlyokat nem teszed le, ha nincs súlyod, akkor sincs semmi probléma. Helyben járunk fél percet, visszanyárjuk a légzést, ha kell, akkor picit lélegezz bele. Beszív a levegő orron, és kifúj szájon. Beszív újra, és kifúj. Jó, még 10 másodperc a pihenőből, lélegezz, helyben járj. Aki akar, ne hátítani, nyilván lehet helyben futni is, de mivel ez egy alacsony intenzitású blokk, ezért inkább maradjunk a helybenjárásnál, készüljünk el, megállunk, egy enyhén széles terpesz, belerogyasztok, alhas behúz, és jobb kézzel oldalra, bal kézzel előre viszem ki a kis kézisúlyomat, majd vissza. Jobb kéz előre, bal oldalra és vissza. Ez dinamikusan ismétlem, mindig középen zárom. Bent tart a levegő, amikor kihozom, kifújom lent. Könyököd nincs túlságosan kifeszítve, tehát nincs kinyújtva a könyök, kipattintva, laza hajlat legyen a könyökben, ezzel is védve a könyökizületet, és szemmagasságtól tovább ne is emeld a súlyokat. Még fél perc. Bekapcsoljuk a vállövet. Tizenöt másodperc. Levegőre figyelj, fújom, bent tartom, lent fújom. És megállok. Jó, mivel ez egy kicsit már nehezített volt, nyugodtan tedd le a súlyokat, rázd egy kicsit a kezed, hogyha ugye volt súlyod. Mély levegő, visszaállítjuk a légzést és kifújom. Még egyszer mély levegő. És kifújom, még egy picit helyben járunk.
biceps lesz a következő gyakorlat. Ugyanúgy helyben járunk majd közbe, tehát nem állunk meg. Két tenyér kifelé fog nézni, vagy súly nélkül ugye csinálod csak a bicepset, vagy a két kéz is húzva, vagy a két kis üveged a kezedben lesz, és úgy csináljuk, kezdjünk is hozzá lassan. Tehát ráfogok ugye a két kis húzomra, kifelé néznek a tenyereim, felkarom le van feszítve a törzsem mellé, nem megy el a törzs mellől, és csak alkarból dolgozok, és közben helyben járok. Itt a levegő ugye folyamatos, orron be és szájon kifúj. Egy kilós húzók bőven elegek, vagy ugye fél literes palackok. Ha valaki nehezíteni akar, akkor ugye egy literes palackok, vagy két kilós súlyzók. Levegőre figyelj, még fél perc. Folyamatos a légzés. Alhas behúz, ne esünk abba a hibába, hogy kiengedem az alhast, és ugye a derekamról leveszi a hasfal a súly. Behúz a hasfal, erős törzsel állok. 3, 2, és jó, tegyük le újra egy picit, nyújtózzunk meg, beszív a levegő, és kifúj, beszív újra, és fúj, rázzuk le a kezeket, picit lehet ezt a fogó mozdulatot alkalmazni, marok a vérkeringés serkentése a tenyérben. Jó, triceps gyakorlat fog jönni, mindkét kezem majd a fej fölött lesz, a két súlyzómat egyszerre fogom át, és innen fogom nyitani a triceps gyakorlatot 10 másodpercen belül, tehát két súlyzót egyszerre fogom át, fej fölé hozom, itt nem járunk már helyben, koncentrálunk a tricepsre, és indítom egy percen át, tehát alkar hátra, majd vissza középre. Hátra engedem, és közép. Itt is figyelek arra, hogy alhast nem ejtem be van húzva az alhasam, felkarok, fül mellett mozdulatlanok, és fönt kifúj a levegő, beengedéskor bent tart, fönt kifújom, fent tartom, és fúj. Ne felejts el levegőt venni, sokkal gyorsabban fáradsz olyankor. Fél idő. Másodperc, hasfalra vigyázunk, levegőre vigyázunk, felkarok stabilak, és hogyha ez a három ki van pipázva, akkor minden jó. 10 másodperc. És 2, utolsó, és készen vagyunk, oké. Kicsit nagyobb terpezbe állj, felső testtel végeztünk is, letesszük a súlyokat, kicsit beengedted a fejet, karok lóghatnak, térdizület, ugye térdek ilyenkor nyújtva vannak, csak picit pihenj meg, fújd ki magad itt. Jó, és egy pici láb, vádli, combfenék következik. Széles terpezben vagyunk, belegugolunk, és innen egyik sarkamat hozom, másik sarkamat hozom. Egyik sarok és másik sarok. Figyelj arra, hogy amikor felemelted a sarkad, akkor tényleg feszíts rá a vádlira. Tartsd meg egy pillanatra, majd engedd vissza. Effektíven. Illetve ugye, hogy ne az legyen, hogy csak félig ugolsz, vagy félig állsz, tehát ugye ne ez a típusú, hanem inkább mélyen ugolj be, és ugye ezáltal a combok még inkább aktívan részt fognak venni. Amire még figyelünk közben, hogy nem esnek be a vállaim, ki vagyok húzva, előre nézek, mellkas nyitott, kevesebb, mint fele van hátra, ilyenkor már bőven érezzük a vádli combot. Levegő folyamatos, orron beszálljon ki. 10 másodperc. Nem fogunk megállni a végén, hanem sarkak lekerülnek, és fél percet tartjuk, csak tartjuk lent. Kezeket akár lerakhatod a combokra, akár egyensúlyként kinyújthatod előre, ahogy neked kényelmes, én mondjuk szeretem kinyújtva. Lényeg az, hogy itt is nem dőlök előre, nem bukok bele, egyenesen középen vagyok, erős törzsel, behúzott alhassal. 10 másodperc. Három, kettő, és nyújtsd a lábakat, engedd még egyszer a fejed,
Karok lógnak, fejed lóg, laza minden, picit kilenc egyik lábfejtől másik lábfejig, nyújtott érdek. Jó, és jön még egy utolsó hasizomblokkunk. Szépen fölgördültünk, a két tenyered tarkon lesz, figyelj arra itt is, hogy ugye nem görnyedünk be, ki van nyitva a mellkasom, és így, ahogy felvettem ezt a pózt, kifelé néznek ugye a térdek, lábfejek, és innen kontra térd, kontra könyök érint. Nem muszáj érinteni, egymás felé közelít a mellkas előtt. És arra is figyelj, hogy mindig tényleg húzd rá, feszítsd a hasfalat, képzeld el, hogy ugye ahogy a szőnyegen is fekve, ugye a hasprésnél ráhúzol, megtartod, feszíted, állva is ugyanezt próbáljuk elérni. Levegőt préseled, mikor közelít a könyök térd. Még 20 másodperc. És 5, 3, 2, és meg vagyunk. Jó, ne álljunk meg, ilyenkor, hogy ne essen hirtelen vissza a vérnyomás, mély levegő, és kifúj szájon. Még egyszer mély levegő, kifújom, és harmadszor a mély levegő, meg is tart, fenntartanak a karok fej fölött, megállok a helybenjárással, és nagy nyújtózás, pici homorított derék hozzá, nyitom a mellkast, majd szép lassan rogyasztom a térdeket, keskeny állás, engedem be a fejet, karokat, picit kilengek jobbra-balra, jó, jó, nyújtom a térdeket, még mindig lóg a fejem, lógnak a karjaim, és mind a két kezem belenyom a combomba elől, úgyhogy az ujjaim ugye lábfejek felé néznek, és innen ilyen félasztalt pózba elnyomom magam, derékszöget zárok be szinte, lefelé néz a tekintet, ezzel ugye védem a nyakizületeket. Jó, majd szép lassan rogyasztom a térdet és gördülök egész szám fölig. Mindkét kar előre nyújt, először jobb kezem, kifordítom lefelé néznek az ujjak, picit visszafeszítem. Kis súlyzó általi izomlatot próbáljuk megelőzni. Tartom, majd elengedem, bal kezem szintén, lefelé néznek. Az ujjak ki van fordítva, tartom, és elengedem. Jobb kéz csípőn, bal kézzel utána nyúlok, nyújtom az oldalamat, mintha megpróbálnál elkapni jobbról valamit, elérni a bal kezeddel, majd kicsit rázársz, és utána nyúlsz, tehát zárod, és nyitod, fölfelé nézett lapon felé, zárod és lefelé néző talaj felé. Majd bal kéz jön bal csípőre, jobb kéz ugyanez, először csak elnyújtózkodok, nyitva van a mellkas, plafon felé nézek, majd kicsit rázárok, talaj felé nézek és aktívan nyújtózkodok. Még egyszer, plafon felé, és még egyszer, zárva, lefelé nézve. Jó, és visszajöttem. Oké, okay. Jobb lábomon van a súlypont, tehát jobb lábra ejtem a súlypontot, bal láb sarkon, és innen egy kicsit beleülök, ugye ilyenkor még inkább visszafeszül a lábfej, a két kezemet akár egymás felé, akár keresztezve belenyomom a combomba, és egy kicsit a térdhálatot még megnyújtjuk. Vádlés nyúlik ilyenkor. Jó, másik láb, tehát bal lábamon van a súlypont, beleülök, ugyanúgy keresztezve vagy egymás felett belenyomom a combba, és jobb térdhajlat, jobb vádli nyúlik. Minél jobban visszafeszíted ugye a lábfejet ilyenkor, annál intenzívebben fogod érezni a vádlidat. Jó, fél percünk van, még egy mély levegő. Kifújom, és mély levegő, nyújtózkodj meg újra aktívan, fölfelé, és kifújom, egészségetekre. Ha ugye csak 15 perced van, akkor egy nagyon-nagyon szuper átmozgató gyakorlat. Ha pedig van egy kicsivel több időd, akkor nyugodtan csináld meg akár 2 vagy 3 körben, és akkor a nyújtást ugye a legvégére hagyd meg. Egészségetekre és sziasztok!